Sokan vitatják, sőt egyenesen elítélik a magyar kormány azon álláspontját, mely szerint küzd az illegális bevándorlás ellen, habár egyre többen ismerik el törekvéseinket, köztük legutóbb Ausztria, mint ahogy az elhangzott az Orbán Viktor miniszterelnök és Sebastian Kurz osztrák kancellár bécsi találkozóján. Nógrádi György szerint Magyarország azzal, hogy kerítést épített, megvédte a határt, ezzel együtt nem csak hazánkat, hanem a V4-eket és Európát is. Hozzátette, a kerítés létesítésekor egyedül voltunk, utána felsorakoztak mellénk a visegrádiak, a balkáni országok, ma már pedig az osztrákok is. Sőt, ott tartunk, hogy az Európai Unió mind a 28 országában a lakosság többsége már úgy gondolja, hogy a kerítés elengedhetetlen és nincs szükség újabb migránsokra. A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, azért Európába érkeznek a bevándorlók, mert az összes többi kiszemelt helyet nem tudják elérni. Ausztrália nem engedi be őket. A Perzsöböl térségében olyan, hogy politikai menekült nem létezik, az Egyesült Államokat két óceán védi, délen pedig tűzparancs és egy hosszú kerítés a mexikói határon. Évi 50 ezer embert engednek be az amerikaiak, ebbe az 50 ezerbe az évi horribilis számú, nem egyszer több mint 1 millió migráns nem fér bele. A kötelező kvóta ügyében mind a mai napig éles viták vannak Európa szerte. A magyar kormány a rengeteg bírálat ellenére is határozottan elutasítja azt. Nógrádi György arra a kérdésünkre, hogy tartható-e az, hogy nem fogadunk be migránst, azt mondta, igen. Gyakorlatilag az Európai Unió 28 országából az előírt kvótát eddig csak egy állam, Málta teljesítette. Az összes többi sokkal kevesebbet vagy senkit nem fogadott be. Kiemelte, a magyar álláspont az, és ezt is ma már egyre több ország támogatja, hogy a kvóta elképzelése téves, végrehajthatatlan. A biztonságpolitikai szakértő mindemellett nyíltan beszélt arról, hogy az évekkel ezelőtt elképzelt kulturális és nemzeti sokszínűség létrejötte, nem megvalósítható. A német, francia és brit egyes számú vezető 10 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a multikulturális társadalom megbukott, ez ma egy alaphelyzet, nem megy a integráció, párhuzamos társadalmak alakultak ki, tehát máshogy fogalmazva a magyar kormány politikája stratégiailag tökéletesen helyes. A megoldás Nógrádi György szerint rendkívül egyszerű, meg kell védenünk a schengeni külső határokat, valamint a már itt lévő gazdasági migránsokat vissza kell toloncolni hazájukba. Bár utóbbi szerinte rendkívül nehezen fog megtörténni. Végezetül elmondta, a terrorizmus szorosan összefügg a migrációval, hiszen az eddig Európába illegálisan bejött bevándorlók közül nem tudták megfelelően kiszűrni a terroristákat. Hozzátette, gyakorlatilag ott tartunk, hogy a kontinensen az elmúlt egy évben a terrorcselekmények száma megnövekedett, melyek mögött vagy a nemrégiben bejött migránsok, vagy első és második generációs muszlimok állnak.